semmi! Mi csinál Brian Francis-szel? Jó, ha nem van! Segít neki... mosogatni! Ez az ember gyakorlatilag itt lakik. Ne engedd, hogy így a nyakadba varja magát! Nem vagyok. Már is meg? Nagyon örültem, hogy újra itt volt. Brian? Terembe, jó? Itt a kulcs, tudom, hogy ezt nem engedhetnék meg, az egyetlen egy baj, hogy holnap ezt reggel el kell onnan innen, jó? Na és a tapintat? Nem veszi észre, hogy kettesben akartok lenni. Majd én is segítek elmosogatni. Jó, jó, ne fáradj, majd Peter segít. Igen, segít, drága. Ugye jól kijössz Mr. Bromhead-tel. Igen, mert ő az igazgató. Remek! Peter, nem gondolt, hogy ezek ketten. Új, nem, ez undorító volt, amit belegondolni szörnyű. Jó estét, Mr. Hunter! Jó estét, Mrs. Hunter! Bocsánat a zavarásért, de tud róla, hogy egy furgon parkol odalent a bankoldalsó legajánál? Egy furgon? Igen, egy furgon. De, egy furgon. Az egyik őrmesternőm jelentett. Jó! Az a furgon az Brian-é, Mr. Rallycruise-é. Bérelte, hogy el tudja szállítani a cserkésztábori felszerelését. Igen. Aha! Hát akkor minden rendben. Nyam-nyam. Nem nyam-nyam? Gondoltam, rákérdezek, ha már erre járok. A viszontlátásra. Viszontlátásra. Egyébként hol van? Ki? Mr. Anikos. Ő leugrott a sarki kocsmába egy pohárkára. Le? A sarki kocsmába? Egy pohárkára. Hát remélem tényleg csak egy pohárkára, ha ma még vezetni akar. Majd figyelmeztetek. A viszontlátásra. Viszontlátásra. Hú. Hallottam. Minden egyes szót kristál tisztán hallottam. Köszönöm szépen. Most már ittassam. Vezetek. Dohányzok. Fotózgatok a cserkésztáborban. Mindenféle gyűjteményeim van. Ezüst nitráttal fenekedtek magamat!